Folytatódik a családi reggel ezen a hétfőn, csak ezúttal nem az ellenfelet fogjuk ütni, hanem a labdát át a hálófelet, méghozzá a trófea győzelmeket halmozó Babos Tíme a teniszezőnővel, aki a felnőttek közé vágyik és kúszik fel a világranglistán, és edzőjével, Babos Csabával, aki történetesen az édesapja, egy szerva is fogadás már is. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Miután itt voltak a balzsaiak, és most itt vannak a babosék, kezdjük szintén ennél a családi kapcsolatnál, ugye edző és apa. Milyen intenzitású és milyen az együttműködés apa és lánya között? Ugye ennek nyilván van egy jó része, meg nyilván, amit kérdeztem Balzsaiéktól, van egy nehézsége is. Csaba. Ezt mindig megkérdezik, és elmondom, hogy nem könnyű a feladat. Ugye a teniszpályán edző vagyok, otthon apuka vagyok, a teniszpályán megpróbálok jó edző lenni, a teniszpályán kívül pedig jó apuka. Neked, Timi, nehéz? Nehéz nyilván, hisz azért próbáljuk külön választani tényleg a dolgokat, hogy otthon azért a tenisz az már csak kevesebb szer szerepelhessen, tényleg legyen meg az az apa-lánya kapcsolat, ne csak az edző-tanítvány kapcsolat, úgyhogy nem könnyű. Versenyeken szerintem még nehezebb, hisz ott tényleg a pálya szélén azért jó, ha ott van egy jó atyai szó, viszont az edző is nagyon szükséges, úgyhogy nehéz külön választani. De van olyan egyáltalán, hogy az ember a pályáról nem viszi haza a teniszt? Muszáj, hogy legyen, mert nem lehet napi 24 órát a teniszen vitatkozni. Pályán vagy a pálya közelében megbeszéljük a tenisszel kapcsolatos teendőket, otthon már nem nagyon beszélünk a teniszről. Vitatkozni a pályán szoktatok sokat? Hát pályán igen, a teniszről vitatkozunk, otthon pedig nem a teniszről. Nem. Jó a kapcsolatunk, amúgy tényleg egyelőre jól működik. Most ugye egy ausztrál tornagyőzelem után vagytok itt. Ha ezt a pályafutásodban, a team pályafutásában elhelyezzük, akkor ugye már ez is elhangzott, hogy most ez eddig a legnagyobb siker, hát volt már azért ilyen siker, de mégis akkor hova helyezzük el ezt a 25 ezeres díjazású versenygyőzelmet? Timi? Igazából ugye ez a második 25 ezer dolláros tornagyőzelmem volt, ott is azért begyűjtöttem szép sikereket, ott is top 100-as játékosokat vertem, kettőt is, itt viszont azt az Alicia Molikot vertem meg a második fordulóban, aki ugye korábban hetedik volt a világranglistán, úgyhogy ez szerintem az eddigi legnagyobb skalpom, és talán ezért ez a legszebb sikerem, illetve ott volt ugye a páros győzelem, úgyhogy duplázni is sikerült, úgyhogy így ez a hét, az tényleg fantasztikus volt. Csaba, mi az, amiben edzőszemmel legtöbbet fejlődött Timi, és ami lehetővé tette már ezeket a sikereket? Hát az hosszú évek munkája érik szép lassan be, én azt gondolom, még az út elején járunk, még egy teljes felnőtt szezonja nem is volt, ebbe az évben is rettentő sok kötelezettségnek kellett eleget tenni, junior szintéren, csapatbajnokság, ifjúsági olimpia, klub csapatába, Angliába, versenyszám korlátozás alatt is áll, még a Nemzetközi Szövetség által koránál fogva, tehát tényleg még rettentő sok potenciál van ebbe a világranglistában. Illetve a következő évben, a 2011-es évben ott már lényegesen több felnőtt verseny lesz, és lényegesen magasabb kategóriás versenyek, úgyhogy reszkedhetnek majd a top 100-asok. Valóban reszkedhetnek? Hát én nagyon bízom benne, hogy tényleg így lesz, ugye szüli napom után már tényleg bármennyi versenyen indulhatok, úgyhogy ott azért úgy könnyebb lesz megválogatni a dolgokat, és szerintem lesz rá esély, hogy... Azt nézzük, mert ugye említetted, hogy hosszú évek munkája érik most be. Egy ilyen versenyzői karriert mennyire tudatosan és előre kezd megtervezni edző és versenyző?
mikor jön az a pillanat, amikor már nagyon tudatosan és számszerűsítve is építi, hogy mit kell elérni, és meddig tartott az a pillanat, mondjuk a Timi pályafutásán, hogy azt mondta az ember, hogy nézzük, mi lesz belőle, forja ki magát, nem kell még rá ilyen típusú terheket tenni. Most már lassan ez elmúlik, tehát reszketetnek, meg ugye neki is egyre nagyobb lesz a terhelés. Mert soha nem ranglistában gondolkodtunk, és ezután se abba fogunk, bizonyos tudásszintek érnek bizonyos győzelmeket. Mindig azt mondtam, hogy edzésen megtanulunk majd teniszezni, és akkor ezeknek a tudásszinteknek meg lesz a gyümölcse a versenyeken. Most is azt mondom, ez egy lépcsőfok előre, hát top 100-ast meg tud verni. Ez nem azt jelenti, hogy esetleg nem tud kikapni nálánál gyengébb rangsorú játékostól, de a játék tudása egyre inkább közelít ahhoz, amit az ember elképzel. Fizikai állapota, küzdőképessége, az már most is megvan. Akár a legjobbakkal is felveszi a versenyt ezen a téren, taktikába, taktikai fegyelembe, gondolkodásba, bizonyos helyzetekbe való döntésbe, nyilván a tapasztalatánál fogva, vagy tapasztalatlanságánál fogva még nem, de ha ezekbe javul, akkor ugrásszerűen fog még az eredményesség is javulni. Neked melyik egyébként a legnehezebb része ennek a teniszen belül, Timi? Tehát az állóképesség, a technika, vagy pedig az a mentális fejben szintén meglévő felkészültség, amire szükség van az, hogy túllendüljél a holtpontokon? Én is érzem azért a különbségeket, érzem, hogy azért tényleg a fizikumom, az állóképessége, ahogy mondtad, ezek azért tényleg már ott vannak, és igazából az a tapasztalat hiány az ami igazából a döntő lehet, illetve az, hogy egy bizonyos szituációkban ki milyen döntést hoz, úgyhogy ez egy 17 éves lány és egy 25 éves felnőtt nő között, aki már rengeteg mindent átélt, nyilván nagy különbség is van, úgyhogy ebben kell tényleg sokat fejlődni még. Hány százalékon áll Tíma, mint versenyző, hogyha van egy olyan ideális elképzelt állapot, ahova majd valamikor a csúcson el kell jutnia, vagy jó volna eljutnia, vagy el tud jutni a képességei alapján? Ezt nehéz megválaszolni, de azt gondolom félúton sincs. Javulnak a feltételeink. Tavalyi évben még jó részt Angliába kellett járni, edzeni, hisz télen itt nagyon-nagyon nehéz, de nemrégen egy nagyon jó ajánlatot kaptunk Magyarországról, úgyhogy úgy mondjam, Timi hazaköltözött, és mi is Sopronból ide költöztünk Budapestre, és most már minden adott ahhoz, hogy még eredményesebben készülhessen fel, hisz azt gondolom, hogy a nyugodt edzés, munka, a háttér az alapvetően meghatározza a versenyzés minőségét. Fel fog gyorsulni még Timi előrelépése. A következő évben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk ma a felnőtt versenyekre, és mint mondtam, egyre magasabb kategóriás versenyekre, és már jövő évben el fog jutni túrversenyekre, és én nagyon remélem, hogy a Roland Garroson már ha nem is a főtáblán, de a selejtezőben már ott lesz, és ha ott van, akkor onnantól kezdve nyílik az út arra, hogy a legeslegnagyobb versenyeken is pályára léphessem. Neked mi az álmod egyébként? Most jelenleg igazából az, hogy eljussak a felnőtt Grand Slamekre, de persze hosszabb távú céljaim az, hogy ott minél jobban szerepelhessek, akár 8-ba, 4-be bekerüljek, úgyhogy igazából ez számomra egy igazán vonzó ajánlat lenne. No, de hogyha van egy olyan merész álmod, hogy valamelyik nagy versenyt, valamelyik Grand Slamet megnyered, akkor melyik lenne az? Melyik a kedvenced, hogy így mondjam? Most így, nekem Wimbledon a kedvencem, szerintem a játékom az nagyon passzol a füves pályára, illetve az ottani légkör, az ottani szeretet, a tenisz iránti szeretet az mindenképpen egyedálló, és tényleg az, ami a számomra a legkedvesebb. És így a vége felé hadd kérdezzem meg, hogy tehát most már itthon van a család, lesz majd jogosítvány is, tehát ugye minden rendben van, jó lesz Magyarországon készülni. A hazai tenisz állapotok azok mennyire szivárognak be a Babos család életébe? A körülmények azok egyre jobbak Magyarországon, a figyelem is egyre nagyobb Timi körül. Jók-e itthon az állapotok a tenisz körül? Az állapotok nem jók, de a mi helyzetünk jó. Timi megalapozta
azokkal a junior eredményekkel, amit elért, azt, hogy ő neki jó legyen. Egy-két játékos azért elég sokat letett az asztalra, juniorok is, Fucsovics Marci Wimbledont nyert egyénibe, Timi három Grand Slamet nyert, olimpián nyert érmet, egyéniben negyedik volt világranglistán, első, második helyen, a világ értetlenül áll a magyar tenisz megítélése tekintetében, hogy ilyen utánpótlással rendelkezünk, de ez sajnos ez nem ad valós képet az igazi állapotokról, de nekünk nagyon-nagyon jó helyzetünk van, mi sorsszerűen vagy nem sorsszerűen olyan lehetőséget kaptunk az élettől, amit ki kell használni és amivel élni kell, és akkor talán majd a Timi... Babosig felhúzzák a magyar teniszt például. Felfogunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és további sok sikert.